Az európai parlamenti választásokon az Európai Unió valamennyi tagállamában az uniós állampolgárok közvetlenül választják meg az Európai Parlament 720 képviselőjét, akik a következő öt éves ciklusban képviselik majd országuk érdekeit. A magyar állampolgárok abban az esetben is részt vehetnek a szavazásban, ha nem országuk területén élnek vagy dolgoznak. A külképviseleti, illetve a levélben történő szavazásnak meghatározott szabályai vannak. Azon Magyar állampolgárok, akik Magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek, de a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon, 2024. május 31-éig közép-európai idő szerint 16 óráig kérhetik a külképviseleti névjegyzékbevételüket. Ezt az eljárást minden egyes szavazáskor külön kell kérniük, amit megtehetnek a választás.hu honlapon, vagy személyesen valamelyik külképviseleten, vagy bármelyik helyi választási irodában. Ők június 9-én a három ukrajnai külképviselet, Kievi nagykövetség, Ungvári főkonzulátus, Beregszászi konzulátus egyikén vokszolhatnak, helyi idő szerint 6 órától 19 óráig, közép-európai idő szerint 5 órától 18 óráig. A szavazáshoz érvényes magyar személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat kell magukkal vinniük. A személyi igazolványt kiválthatja az útlevél is azon szavazók, akik nem rendelkeznek állandó magyarországi lakcímmel, levélben szavazhatnak. A Nemzeti Választási Iroda a már korábban regisztrált választópolgárnak a regisztrációs kérelmében megjelölt helyre küldte ki a szavazási levélcsomagot. A szavazási levélcsomag 2024. május 25-e és június 8-a között minden nap Magyarország Ungvári Főkonzulátusán és Beregszászi Konzulátusán közép-európai idő szerint reggel 6 órától este 20 óráig. Magyarország Kijevi nagykövetségén a normál hivatali nyitvatartás ideje alatt, valamint szombaton és vasárnap is átvehető. A levélcsomagot a választás napján, június 9-én vasárnap is át lehet venni, aznap helyi idő szerint 6 órától 19 óráig, közép-európai idő szerint 5 órától 18 óráig van erre lehetőség. A levélcsomagot a a szavazók kizárólag személyesen veheti át külképviseleteken. Ehhez személy azonosításra alkalmas, érvényes, fényképes igazolványt kell bemutatnia. A szabályok értelmében a szavazó a külképviselet területén is kitöltheti levélszavazatát, az erre kijelölt helyen majd bedobhatja a szavazó urnába. Ugyanakkor a szavazócsomagot el is viheti, és a számára alkalmas helyen töltheti ki. Ezt követően bárki visszaviheti a külképviselet, és bedobhatja az ott elhelyezett urnába. Magyarország mint három ukrajnai külképviselete június 9-én biztosítja állampolgárai számára a szavazási lehetőséget.